példaértékű program alapján sikerült az itteni dolgozók egy jelentős részét, több mint felét megtalálni, hiszen újra dolgozom program címén a Tesco és a munkahelyi kirendeltség kiváló, az elmúlt évben kiváló kapcsolatot épített. Körülbelül az áruháznyitást megelőzően másfél évvel vettük fel a kapcsolatot először a munkahelyi központtal, és mondtuk el azokat a terveinket, hogy mi milyen módon szeretnénk ebbe bevonni a munkanélkülieket, és milyen módon szeretnénk kérni az ő segítségüket. Hátrányos helyzetű emberek azok, akik akár több éve munkanélkül vannak, kapnak most munkalehetőséget. Kialakítottuk, hogy milyen módon tudjuk megtalálni a munkanélkülieket, a tartós munkanélkülieket, és ezután kellett kitalálnunk azt, hogy mi az a tudás, mi az a tananyag, amit közösen át tudunk adni a munkahelyi központtal a leendő dolgozók számára. A munkahelyi központ választotta ki, hogy számukra kik azok, akik regisztrált tartós munkanélküliek, illetve kik azok, akik munkanélkülinek számítanak. 1000 fő jelentkezett a meghirdetett álláshelyre, úgyhogy igen népszerű volt ez a felhívás. Közülük közel 100 embert sikerült is felvennünk, és ezek közül az emberek közül 50-nek tréninget tartottunk a munkahelyi központtal közösen. Ezek kétnapos tréningek voltak, 3 csoportban osztottuk szét ezeket a tréningeket. Közel olyan 12-16 főnek tartottunk egy-egy tréninget, amely elméleti, illetve szakmai dolgokba is belementünk egy kicsikét. Megismertettük őket a mi világunkkal, lehetőségekkel, magával a vállalattal, meséltünk karriertörténeteket, és gyakorlatilag egy kicsit felvillanyoztuk őket, hogy mire számíthatnak nálunk. Közel 2 évig voltam otthon munkanélkül. Sorra adtam be a pályázatokat, de hát tudni kell, aki már 50-hez közelít, mint én is, túl sok jóra nem számíthat. És teljesen meglepetésként ért, hogy választ kaptam a Tesco-tól, behívtak egy elbeszélgetésre. Egyből jelentkeztünk, és nem is gondoltam, tehát meg se fordult a fejembe, hogy nem fognak fölvenni. Én teljesen számítottam rá, de 30 év tapasztalat van a hátunk mögött. Kereskedők vagyunk, én is, a férjem is. És én nagyon számítottam rá. Nagyon örültünk, mikor jött a papír, hogy na, mind a kettőnket felvettek. Innentől fogva különböző tréningeken vettünk részt, és hát ezen a tréningeken olyan dolgokat sajátítottunk el, ami ugye a Tesco belső eladási taktikája, belső eladási imidzsét növeli, és ezáltal úgy érzem, hogy a vevőket ugye megfelelően ki fogjuk tudni szolgálni, és a vevők innen élménnyel és élményekben gazdagon fognak távozni. Amikor a férjem elveszített a munkáját, ugye én még dolgoztam, az nem volt addig olyan nagy gáz, mert egy fizetés még volt. De amikor már én is munkanélkülévé váltam, azt nem kívánom senkinek. Úgyhogy megváltás volt a Tesco, és nagyon örülünk neki, hogy fölvettek. Kétezer embert foglalkoztat, a magánszektorban a legnagyobb foglalkoztató az országban, és nagyon fontos az számunkra, hogy az a fajta humán erőforrás politika, amit ő folytat, az illeszkedjen abban, amit a magyar kormány szeretne, és ez maximálisan elmondható.